Tanai Guzorán Anna alkotásaiból nyílt kiállítás örökség címmel. A névválasztás, mint mondja, tudatos választás része volt. Konkrétan 2018-ban született egy olyan munkám, aminek ezt a címet adtam. Valahogy tudatosan több éve fogalmazódott bennem olyan gondolat, ahol a által megismert népművészeti motivumokat össze tudom kovácsolni a Kis-Magyarország és Nagy-Magyarország tájairól. Ez mindig is foglalkoztatott. És ezért tulajdonképpen ezt a munkát választottuk címadó munkának, és az egész kiállítást e köré fűztem föl. De örökségnek tekintem mindazt a hagyományt, nem csak a néphagyományt, hanem mindazt a hagyományt, azt a szellemi kultúrát, amit megörököltem a szűkebb környezetemben, az elődeimtől, a családomtól, hiszen többször elhangzik általam, hogy nagyszüleimtől, nagyanyámtól, mind a két nagyanyámtól tanultam szőni és hímezni, tehát a textil szeretetét, de tágabb értelemben örökségnek tekintem azt az emberi szellemi értéket, amit a tanulmányaim folyamán, illetve a különböző munkakapcsolatok folyamán mestereimtől tanultam. És azt gondolom, hogy pontosan az anyagnak a sokoldalúsága is ezt a fajta örökségnek különböző darabjait szemlélteti. Alkotó tevékenységét az iparművészet, ezen belül pedig a textil műfaja jellemzi, de szívesen kalandozik a képző és iparművészet más kifejezési lehetőségei között is. Így például a zománc és a festészet is megjelenik a munkáiban, de hogy pontosan melyik is a legkedvesebb számára, az is kiderül. Jaj, ez nagyon nehéz. Ez olyan, mindenkinek ugye több gyermeke van, jelen esetben nekem is, és hogy melyik a legkedvesebb. A legnagyobb szeretet, vagy szerelem, vagy talán a legelső szerelem a festészet, utána a textil, a szövött kárpi, tehát a goblen, mint műfaj, és most egy nagyon-nagyon új és friss szerelmem a tűzománc, amit a bonyhádi tűzománc művész Stepli Zsuzsa varázslása által ismerte meg. A művész a bonyhádi képzőművészeti körvezetője, és mint mondja, számára a tanítás, a gyerekekkel való foglalkozás maga az önkifejezés eszköze. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen a munkáim, hogyha valaki megnézi, végignézi a kiállítási anyagát, akkor az évszámokat illetően itt 10-20 év is eltelt egy-egy munka között. Ez arról szól, hogy én tényleg 26 éve vagyok a pedagógus pályán, és kezdettől fogva mindig a tanítás mellett dolgoztam, alkottam. Azt gondolom és azt tapasztaltam, hogy a gyerekekkel való közös alkotásba belejátszik az, hogy én is alkotói szemmel gondolkodom, és teljesen másképp, vagy közvetlenebbül, vagy egy kicsit biztos, hogy szubjektív, de más szempontból tudok a gyerekekhez szólni, és nekik segíteni, irányítani ezt a fajta tevékenységüket. A tárlatot baráti, kedves szavakkal nyitotta meg a bonyhádi polgármester Filóné Ferenc Ibolya. Néhány héttel ezelőtt kaptam felkérést Tanainé Guzorán Annától, hogy nyissa meg a mai kiállítását, és én ezt örömmel tettem, hiszen egyrészt nagyon jó osztozni abban a közös örömben, amiben részesei lehetünk mindannyian, hiszen akik eljönnek és megnézik ezeket a csodálatos alkotásokat a képzőművészet nagyon szertágazó területén, azok mind gazdagodnak és mindenkit örömmel tölthet el. A másik, amire mint Bonyhád polgármestere igazán büszke vagyok, hogy mindenki, aki akár egész életében a képzőművészettel foglalkozott, akár csak hobbiként később mások, ugyanabból a magból sarjadtak, hogy így fogalmazzak. Van egy nagyon neves képzőművészet körünk, ami már több mint 74 éve hogy működik. Valamikor 1949-ben Horváth Olivér akkori gimnáziumi rajztanár festőművész alapította, és ebben a több mint 7 évtizedben generációk sokasága
tanulta meg ebben a képzőművészeti körben a képzőművészet alapjait, azt a sok-sok technikát, amivel minket, laikus közönséget meg tudnak azóta is örvendeztetni. Ennek a körnek nagyon sok neves vezetője volt a már említett Horváth Olivéren túl, hiszen ide tartozik például Lőrinc Vitus, aki nem olyan rég ünnepelte 90. születésnapját. Ezúton is innen is boldog születésnapot kívánok neki, és még nagyon sok aktív élet, hogyha lehet ilyet kívánni. Vagy például Kovács Feri bácsi, aki megkerülhetetlen, hiszen ő több mint 50 éven keresztül vezette ezt a kört, és hogy a mai kiállításnak az a cím, hogy örökség. Talán így is kapcsolódik a gondolatmenet a mai kiállításhoz, pedig és a képzőművészeti kör kapcsolata, hogy ma már Tanai Guzorán Anna az, aki ezt a képzőművészeti kört vezeti Bonyhádon, ahova ő hazatért Győrből, hiszen Bonyhádi volt, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy nem csak polgármesterként jöttem erre a kiállításra megnyitni, hanem mint volt egykor iskolatárs is, hiszen mi osztálytársak voltunk, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy Anna újra Bonyhádi lett, hogy a bonyhádi gyerekeket tanítja nagyon sok szépre, jóra ezen a területen, miket pedig megörvendeztet a csodálatos kiállításával. A kiállító a Művész Tanárok Tolnában című rendezvénysorozat részeként állította ki műveit, melyek megtekinthetőek december 4-ig a Babits Mihály Kulturális Központban.